Ha most vásárolsz egy PGDN-es terméket, akkor kapsz mellé egy átlam aláírt ajándékkártyát is. Szeretnétek ingyenes PGDN-es termékeket nyerni, akkor nincs más dolgotok, mint bekövetni a Insta és Facebook oldalamat, ami ott van a képernyőn, de amúgy a leírásban is. Ott van, ott bekövettek, és talán olyan a havi, két havonta egyszer szoktam általában nyereményjátékokat tartani, és ezeken az oldalokon mindig kaptok infót a legújabb videóimról, és néha én is szoktam kiposztolni mondjuk kisről meg ilyenekről a képet, szóval megéri követni. Szeretnél király és hasznos PGDN-es termékeket venni, akkor a leírás legfelsőbb kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatás. Esetleg a történetes videóimat szereted, esetleg az iskoláskat, esetleg a túlélő sorozatos videókat, esetleg a küldetéses videókat, vagy talán azt, amikor más videósokkal vagyok együtt. Tudjátok, rettentő sok csatornám van, összesen 4 darab, ha esetleg valamikre nem vagytok feliratkozva, akkor ezt mindenféleképpen tegyétek meg, különben le fogtok maradni eléggé sok videómról. A képernyőn látjátok minden ilyet, de a leírásban is ott van. Nagyon szépen köszönöm annak, aki esetleg ezt megtette. Na, sziasztok srácok, én Darabjuk és imétvénk egy következő videóban, sziasztok! Nos, hétköznap van, sajnos nincs hétvége, tegnap nem volt videó a nagy csatornám, maimon. Ja, ezért elnézést, de a kis csatornám ugye volt videó, a Dani Minecrafton. Szóval, hogyha esetleg olyan nap lesz, amikor, nem tudom, hiányoljátok a videóimat, vagy esetleg akartok még több Danis videót nézni, vagyis én videót nézni, vagy valami ilyesmi, akkor mindenféleképpen csekkoljátok le a többi videómat, és még egy írtatosan fontos dolgot el akarok mondani. Nagyon-nagyon sokan akartok velem együtt játszani, ezért kitaláltam egy ilyen exkluzív dolgot, hogy úgymond aki rendel PGT Danis terméket, és ja, az úgymond el tudja küldeni a rendeléskor a MySide-os játékos nevét, és amikor elindítja a MySide-ot, amit ugye a www.myside.hu le tudtok tölteni, akkor fel tud lépni egy olyan szerverre, ahova csak ő tud majd fellépni, és ott tudtok majd velem együtt játszani minden hétfőn és szombaton. Igen, azt hiszem. Szóval ja, ezt mindenféleképpen megéri megnéznitek, a leírás legfelsőbb ott van a termékes linkemnek a linkje. Ja, ott nézzetek meg ezt a dolgot. Szóval srácok, akkor kezdjük bele a dolgokba. Itt van ugye velem Kis, szia Kis, szia. Na, fuf, meg minden. Nagyon jó, vegyük ki gyorsan a cuccainkat, mert irtatosan sok dolgunk van már megint, amúgy. Nincs a ládának amúgy valamiért hangja, na várjátok. Nem tudom, valamiért nincs a ládának hangja. Érdekes, nem tudom ez mi. Na mindegy, jó. Oké, mindegy, vágjunk bele a dolgokba, gyerek is szépen menjünk ki. Az ajtónak meg van hangja, én ezt nem értem. Na mindegy, adjon Isten jó ember. Hello. Szép napot, jó napot, maga ki? Magikus jósnő, oké, ő egy mágikus nósnő, na jó, elegem van az én égzet nélküli betűkből, egy mágikus jósnő, jó, szia mágikus jósnő, üdvözlöm, üdv, hello, szia, hát ez nagyon jó volt, miben segíthetek, esetleg, tudná, nem tudom, tudna bármit mondani, igazából pont kaját készültem el menni venni a kutyámnak, meg ilyenek, na mindegy, oda van írva nagyon nagy, hogy 500 forint, hát szeretne a jövőjéről bármit tudni? Hát, szeretnénk tudni, srácok, a jövőnkről valamit? Hát megnézhetjük, jó? 500 forint? Jó, Istenem, hát jó van. Jó van. Megnézzük, hogy vajon mond-e valami értelmest egyáltalán a jövőnkről, vagy csak szimplán mindenféle izét össze fog szedni, nem tudom, valami kitalált dolgokat. Köszönöm, hogy hívják az Ebet? Az Ebet? A kutyámat? Nem tudja, hogy van kutyám. Nem tudja, hogy van kutyám. Én az ablakból? Várjál, gyere kis. Gyere szépen kis. Nos. A kutyámat... Gyere már ki. Na, itt van kis. Itt van kis. Nos, a kutyámat kisnek hívják igazából, de kimondtam, hogy ötször. Na igen. Kis a kutyámnak a neve. Nem tudom, hogy miért érdekli. Most akkor kis jövőről fog mondani bármit amúgy, vagy az enyémről? Kis a mai naptól nem szereti a pulykát. Mi az, hogy nem szereti a pulykát? Kisnek a pulyka a másik kedvenc kajája, az első a sertés szeret. Biztos, hogy szereti a pulykát. Ez lehetetlen, na jó, tudja mit? Maga, biztos vagyok benne, hogy már nem. Biztos vagyok benne, hogy hazdjuk. Na jó, van, megyünk gyors kaját enni. Én nem érdekel, mindjárt visszajövök. Jó napot, boltos úr, egy szokásos pulykát vennék. Sült pulyka itt is van. Nagyon jó, ez hova tűnt? Hova tűnt? 500 forint? Minden 500 forint amúgy? Ez hova tűnt? Na látok már, eltűnt, kiszedtem, azt eltűnt. Ilyen nincsen. Na, jaj, de jó. Bent a chestben? Jaj, benn van a chestben, jó, köszi.
Ezt mindjárt visszaadom. Ez nyúl, nem, ez a pulyka. Nagyon jó, okés, na. Itt a pénz, na. Nagyszerű, okés, most kíváncsi vagyok akkor is. Viszlát, hello! Na, kis kell a pulyka? Kis, gyere. Gyere kis, kajálj. Na, kis, ble. Miért nem ez? Mi? Nem már, kis, na, itt a pulyka. Itt a pulyka, ezt szereted? Ez a kedvenc kajád? Kis, ez a kedvenc kajád? Ezt szereted, te is tudod? Hagyjál már! Mi van? De ideig szeret... De ez nem lehet! Te... Ideig szeretted! Ez... Istenem... jó, oké. Szóval, mégis igaza volt a jóstőnek? Idáig, de megutálta. Idáig, de megutálta. De miért utálta meg? Miért utálta meg? Jósnő! Istenem... Ez mi? Ez most komolyan mi? Kérdezze az univerzumot. Na jó, oké, tudom, hogy jósoljon nekem akkor még egyet, hogyha ennyire igaza van. Jó, most már tényleg kíváncsi vagyok, na várjon. Adok önnek még egy ilyet. Jósoljon nekem valami mást. Mert ez lehet, hogy véletlen volt. Ez nem lehet, hogy azt mondta, hogy nem szereti és nem szereti. Ilyen nincs, ideig szerette. Mögötted meghalt valaki. Mögöttem. Nem halt itt meg senki. Mi az, hogy mögöttem meghalt valaki? Mögöttem nem halt meg senki. Nem halt meg mögöttem senki. Viszont, hogy meghalt mögöttem valaki. Na jó, ez kezd nagyon para lenni. Na jó, tudjátok, hogy menjünk inkább innen. Inkább menjünk innen, jó kis, hagyjuk szép lanú jósnőt. Istenem, meghalt mögöttem valaki. Ez nagyon para volt. Közel a vég, ha nem cselekszel. Viszont, közel a vég, nagyon kezd elegem lenni ebből a jósnőből, Jézusom. Na jó, kis, menjünk be szépen. És ezt a jósnőt szerintem kerüld el, jó? Istenem. Gyere már kis! Kis! Nem hiszem, hogy egy ajtó nem tudsz venni. Ki is, gyerünk! Befelé! Gyerünk befelé! Úgy, jó, oké, ügyes, nagyon jó, oké. Istenem, meghalt mögöttem valaki, Jézusom! Na jó van, nem érdekel, itt biztonság vagyunk, szépen azt a jósnőt megvárjuk, amíg elmegy. De még mindig ott áll, nem hiszem el. Menjen már arrébb, elmegy, jó, oké, elmegy. Nagyszerű. Jó, oké, merjek menni így? Kimerjek így egyetlen menni? Nem tudom, hogy kimerjek így egyetlen menni, amúgy nagyon, nagyon kezd izé lenni. Hova mész kis? Ott egy rendőr. Hello, szia, mondja rendőr úr. Jó napot, hello, jó napot, hello, jó napot kívánok. Miben segíthetek? Nagyon, nagyon látszódott, hogy felém jön, vagy nem tudom. Mi a probléma, biztos úr? Igazoltás, hogy nem szégyeli magát? Miért szégyelném magamat? Mi van? Ki is, hol vagy? Mi a? Ki is? Az ott mi? Hallod kis, ez mi? Rendőr úr, ugye tudja, vúf. Ugye tudja, hogy ez nem én voltam. Vagy nem tudom, de ez itt mi? Kajak meghalt itt magadtam valaki? Oké, ez le van tartóztatva. Na ne szívasson már! Ne szívass már, légy szíves! Ne már! Ez egy félértés, uram. Itt volt egy jósnő, aki mondogatta, hogy valaki meg fog halni mögöttem, de nem gondoltam, hogy a házam mögött. Ez nem túl oké, jó? Tehát ez nem én voltam, esküszöm. Isten, nem érdekel. Na jó, akkor mit csináljunk? Na mondja rendőr úr, akkor mit csináljunk, hogyha ennyire nem érdekli? Kövessem magát? Jóval, követem magát. Ó, Istenem. Srácok, de mi történt? De miért történt? Kövessen! Na, Isten, miért? Hogyan? És ki? És miért én vagyok elővéve? Attól, mert az én házam mögött volt. Dani, mi történt? Ez ki mondja? Hol? Ki mondja? Vagy mi van? Ja, boltos, semmi. Semmi nem történt, biztos, boltos úr. Majd visszajövök, azt hiszem. Miért nem történnek ilyenek? Nagyszerű, annyira jó. És ne! De hajasztam, hogy itt meg ki lehet menni. Komolyan, ez ilyen, hogy rendőri intézkedés ide beszárnak? A semmiért? Legalább egy bíróságra vigyen már el engem, vagy valami. De komolyan, és még izét se kaptam, nem. Hát ez csodálatos ez a rendőrség, mit nem mondjak. Bezárnak engem ide, maga egy hidegvérű gyilkos. Semmit nem tettem! Pulykát mentem venni a kutyámnak, egy jósnő volt ott, meg ilyenek. És semmiben nem volt semmilyen részem, meg semmit nem csináltam. De a nézők is láttak meg minden, de ajj. Miért kell ezt játszanunk? Miért kell ezt csinálni? Nem hiszem, hogy egy ilyen, ilyen rendőrrel kell komolyan találkoznunk. Ott a jósnő. Jósnő! Segíts!
Sosnő! Kérlek segíts! Beszálltak engem a semmiért! Hallod? Adta meg egy csomó pénzt, léci! Legyél jó fej, vagy valami! Mondd meg a rendőrnek, hogy mi történt, és nekem nincs ez egészhez közöm, vagy valami. Ó, Istenem, mit keres itt? Na, léci, beszélj meg vele a jósnő valahogy! Ki akarok jutni, nem akarok itt börtönbe élni, örökké meg minden. Kis is már vár, ott van. Nincs köze hozzá. Aj. Aj, léci, hiszen itt a vége. Mi az, hogy itt a vége? Hiszen itt a vége, maga meg fog halni. Ezt a mákus nő mondja a rendőrnek, lol? Mákus jósnő mondja a rendőrnek, 5 percen belül. Wow, csóró rendőr. Rendőr úr, a jósnő az igazat mond, a helyében elbúcsúznék. Jó, haha, persze. A jósnő igazat mond, igazából ugyanez volt, tehát hogy azt mondta, hogy a kutyám nem fog, nem szereti a pulykát, és tényleg nem szerette, meg a halottra is azt mondta, hogy valaki meg van halva a háza mögött, én nem hittem el, és ott volt. Én élnék a lehetőséggel. Igen, én is élnék, persze, rendőr úr, hagyja itt a rendőrséget, és menjen el. Mi van? Na, látod? Látod, igen, a jósnő nem mond hazugságot. Ugye, hogy vicce. Jósnő, jósolj meg neki mást is, mit tudom én, viszketi fog az óra, vagy valami. Aztán nézi, akkor már hinni fog magának. Jó? Ez hidd, hogy be fog válni, vagy valami. Jó, jó, segíts, léci, jósnő. Valahogy jutass ki. Aj. Jó, ezt meg, magának meghalt az apja. Mi van? Szegény rendőr, ezt sajnálom. Sajnáltal, honnan tudja? Jézusom. Na, oké, a rendőr elmegy. A rendőr megijedt, ahogy látom. Oké. A rendőr szerintem megijedt, ahogy látom. Oké, és akkor nyertem. Nyertünk. Szia! Hello, jósnő! Na, király! Kiszomorított. Oké. Kösz! Hello! Adósod vagyok, vagy valami, nem tudom. Jó, hát figyelj, legközelebb majd azt is megjósoltad, hogy ilyen fog történni. Az ártatlanokat ártatlanok szabadságjára. Ó, köszönöm szépen. Hát köszi, kedves vagy. Na, kapsz még egy kis borravalót, vagy valamit, mert igazából jó fej vagy. Van még egy jóstatom. Na, mi a jóstatod? Mi a jóstatod, mondjad? Meg lesz a 100 000 feliratkozó? Maga videózik? Igen, videózok. Videózok, bizony, bizony. Ezt is tudja, mindent tud. Ó, Istenem. A néző nyomni fog egy lájkot. Igen, ez az. A nézők nyomni fognak egy lájkot. Gyerünk, srácok, nyomjátok meg a lájkot. Remélem megnyomjátok, kösz. Na, jó, oké. Jóstő, hát köszönöm szépen akkor ezeket a jóslatokat. Oké, srácok, sikerült ez a videó. Kiszorultunk a börtönből. Az univerzum készteti őket. Így is van. Na jó, srácok, köszönöm, hogy tudok lenni ebben a videóban. Amellett, hogy jó a vidi. Kösz. Na, szóval, srácok, köszönöm, hogy tudok lenni ebben a videóban. Ez a videó után kezdődik. A következő videó a Dani Kanalok nevű csatornámon, ott találkozunk. És amúgy meg köszönöm szépen, hogy itt voltunk ezen a videó, meg minden, hogyha tetszett, akkor ugye írjátok le a kommentbe, like, sub, minden. És ja, találkozunk legközelebb, sziasztok!